ezen a vonalon végighúzod. Ha nem akarod összekócolni a hajadat, akkor csak a hajvonalig, ha pedig nem számít. Tehát szeretnél megszabadulni a bennragadt érzelmektől. Elolvastad a könyvet, megnézted a videót, próbáltad értelmezni, hogy hogyan kell használni ezt a módszert, amit Bradley Nelson az Emotion Code-ban leírt, de még mindig nem tiszta, hogy hogyan az Istenben működik egy hűtőmágnes, és azzal hogyan lehet megszabadulni egy bennragadt érzelemtől, hogyan lehet egy traumát feloldani az ilyesmivel. Abban egyetértünk, hogy a testben minden cselekvés, minden érzelem, minden gondolat elektromos impulzusként van jelen. Az elektromos áramnak pedig van egy olyan tulajdonsága, hogy elektromágneses mezőt generál, tehát van egy mágneses mező körülöttünk folyamatosan. Egy elektromágneses hullámnak is, mint minden hullámnak, olyan tulajdonságai vannak, hogy mennyire magas, mennyire alacsony, mennyire hosszú, mennyire rövid, milyen frekventáltan, azaz milyen sűrűséggel követik egymást a hullámok. Ha belegondolsz, egy hangnak a magasságát, mélységét, hosszúságát is a hullámnak a mélysége, hosszúsága adja meg. Eddigi tanulmányaink szerint nem csak a test határozza meg, hogy milyen hullámok keletkeznek, de a hullámokkal is tudunk visszafelé hatni a testre. Tehát, ha valaha történt velünk valami, ami egy erős érzelmi impulzust, egy erős érzelmet bennünk hagyott, és tegyük fel, hogy szeretnénk tőle megszabadulni, mert mondjuk hetek, hónapok, évek, akár évtizedek óta ott lappang és semmilyen hasznát nem látjuk, akkor használhatunk egy mágnest. Biztos te is kipróbáltál már egy csomó módszert, ez egyike lehet azoknak, amit esetleg még nem, és szerintem jó játék, ráadásul ingyen van, mert otthon a legtöbb embernek van legalább egy hűtőmágnese. Egy bennragadt érzelem sokszor okozhat traumát, energiahiányt, esetleg további stresszhez is vezethet. Itt jegyezném meg, hogy Zoli barátom, aki hipnoterapeuta, készített egy e-bookot pont a stresszről, szerintem érdekes lehet, a leírásban találsz hozzá egy linket. Szóval azt mondja Bradley Nelson, hogy ha a kormányzó meridiánon végighúzunk egy mágnest, akkor az beindít egy csomó olyan folyamatot, aminek köszönhetően attól az érzelemtől meg tud szabadulni a test. A kormányzó meridiánt azt egyszerűen a felső ajak fölött találod, és onnan megy végig középen egészen a farokcsontig. Azt mondja, hogy érdemes a mágnest végighúzni ezen a vonalon, persze nem biztos, hogy vagy annyira hajlékony, hogy leérsz egészen a tarkódon túlra. Lehet, hogy nem vagy annyira hajlékony, hogy leérsz a tarkódon túlra, de ha már a haj vonalig eljutsz, akkor az is nagyszerű lehet. Mágnessel trauma kezelés, na jó, mindegy, hát próbáljuk meg. Szóval azt mondja Bradley Nelson, hogy akár hiszel benne, akár nem, működni fog. Itt van tehát egy egyszerű hűtőmágnes, Bradley Nelson azt mondja, hogy háromszor kell végighúzni, egyszerre érdemes csak egy érzelemmel foglalkozni, mert a tested visszakerül abba az állapotba, amikor az élmény megtörtént, és a közepéről folytatja, csak immár nem beragasztja ezt az érzelmet, hanem felengedi, elengedi, szóval megszabadul ettől az érzelemtől. A könyv külön beszél arról, hogy hogyan tudod megtalálni a beragadt érzelmet, de lássuk be, egy csomó olyan van, amit biztos, hogy kapásból fel tudsz te is sorolni. Én választottam most a neheztelést, ami nem csak másra vonatkozhat, hanem saját magamra is, mert lehet, hogy neheztelek valami olyan dologért, amit éppen én elmulasztottam megtenni, vagy épp nem mulasztottam el, és neheztelek azért, hogy megtettem. Most ezzel a szándékkal háromszor végighúzom ezt a mágnest, hát a felső ajaktól fölfelé, amennyire csak tudom. A könyv szerint elég háromszor, de megismételheted természetesen, és közben az a szándék legyen a fejedben, hogy szeretnél megszabadulni ettől a bennragadt érzelemtől. Köszönöm, hogy velem tartottál, linkek a leírásban, kívánok nagyon boldog érzelmi felszabadulást! Ja igen, a túl sok koffein, kávé iszogatása oda vezethet, hogy az adrenalin és a kortizol az nagyon megnövekszik a szervezetedben, ezáltal kevésbé fogod bírni a stresszt. Szóval javaslom, hogy a kávéval és egyéb koffeines italokkal egy kicsit csínyán bánj, illetve a finomított szénhidrátokat, gabonákat, cukrokat is kerüld, mert mindezzel már nagyon sokat teszel az egészségedért. Arról nem beszélve, hogy ha több spárgát, zellert teszel, esetleg B1 vitaminban gazdag dolgokat, akkor az idegrendszeredet táplálod, ami ebben a stresszes világban szerintem nagyon jól jön. Ezek a gondolatok egyébként Zoli hipnoterapeuta barátom posztjából születtek, aki remélem, hogy hamarosan egy frappáns videóval áll elő.